A szeptemberi adatokhoz képest 2%-kal esett az MSP támogatottsága. A Nézőpont Intézet szerint közép-európai szinten is megfigyelhető a baloldal hanyatlása. Vendégünk Szili Katali miniszterelnöki megbízott, az MSZP volt elnök helyettese. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Jó Hát akkor nézzük ezeket a bizonyos okokat, és leginkább azt, hogy mikor kezdődött az MSP hanyatlása. Aztán így beszélhetünk utána a baloldalról is, hogyha van egyáltalán. Először is szeretnék arról szólni, hogy november 7-én a néző Pontintézet tartott egy minikonferenciát. Ők ugyanis készítettek egy elemzést arról, hogy Közép-Kelet-Európában hogy néz ki most a baloldal, milyen pozícióban vannak a baloldali pártok, az elmúlt három választás összehasonlítva mennyi volt a hanyatlás, és arra a következtetése jutottak, hogy gyakorlatilag a baloldal válságát és azt, hogy baloldal egy ilyen. Hát, hátra hátrányos helyzetbe jutott. Ennek gyakorlatilag az az okozója egyrésztről, ami a gazdaságpolitikai elképzeléseiket jelenti, vagy praxisukat, a másik a migrációs válság, és az ahhoz történő hozzáállás, és az azzal kapcsolatos véleményük, a harmadik pedig a nemzetpolitika és a nemzeti hitvallások. És ez azért is érdekes, főleg ez utóbbi, mert tulajdonképpen Szlovákia és Románia az, ahol pozícionálni tudja magát még ma is a baloldali politika erő, mert mind a kettő alapvetően nemzetének vallja magát, és ezért érdekes ez a magyar baloldal tekintetében, mert ezen a konferencián és az előkészítő anyagban elhangzott az, hogy gyakorlatilag az összödi beszéd volt, az a momentum, ahonnan elkezdődött, a, és attól a pillanattól a baloldalválsága. És hát én az, azzal kezdtem, hogy egyrésztről én ezt nem, én 2004. december 5-ére datálnám, bár sokan azt mondják, hogy hát 2006-ban volt még egy választási győzelem, de azt hiszem, hogy az a fajta hitelvesztés, ami gyakorlatilag, vagy bizalomvesztés, ami gyakorlatilag a baloldalt jellemezte, az mégiscsak 2004. december. Ez a bizonyos 5 népszavazás. Így jelent, van, az a népszavazás, amikor arra kellett válaszolni, hogy akarják-e Magyarországon, hogy a parlament törvényt alkosson az állampolgárság könnyített megadásáról. Én ebben már eleve más álláspontot képviseltem akkor, mint a párt mainstreamje. És akkor gyakorlatilag kiegészíthetnénk azzal, hogy tulajdonképpen a magyar, és az első kérdésem az, hogy melyik a baloldali párt van ma Magyarországon, mert hogyha azoknak a distinkcióknak kell megfelelni, ami részben a gazdaságpolitikában, nemzetpolitikában, vagy a migrációs kérdésekben történő álláspontban jelentkezik, akkor azt mondhatjuk, hogy igazából Magyarországon ma Hát én nem tudnék igazán olyan baloldali pártot, ma, amelyik azoknak a kritériumoknak megfelel, ami a baloldaliságot ugye, azt mondta, hogy 2004-től datálható a baloldal, hát nevezzük akkor ugye az msp nek a, a, hanyatlása, akkor ön még a, a, pártnak a tagja volt, és 2009-ben azzal indokolt a, a, lemondását, hogy, vagy akkor azért mondott le az országgyűlés elnöki Én. posztjáról, igen, hogy többet szeretne foglalkozni a párt ügyeivel. Majd tudjuk, hogy egy évvel később gyakorlatilag megszűnt a pártagsága. Ott még 2009-ben úgy érezte, hogy lehet valamit tenni az MSZP-ért, és egy év után föladta? Föladtam, mert 2009, és akkor hadd maradjak ennél a december 5-énél. 2009. december 5-én volt éppen ugye 5 éve a népszavazás, és akkor én azt javasoltam akkor a választmánynak, hogy egyrésztről kérjünk bocsánatot, másrésztről meg próbáljuk meg ezt megváltoztatni, ezt az álláspontot. Erre nem került sor, de ennek számos oka volt a szem, ami most a műsoridőnkben nem igazán biztos, hogy beleférne, de azért arra szeretnék utalni, hogy 2007 márciusában én írtam egy cikket vagy dolgozatot, aminek az volt a címe, hogy muszáj baloldalinak lennünk. És ugye ott például már eleve én is arról írtam, hogy kell egy korszerű nemzetpolitikát fölmutatni, ugyanakkor a kereszténységhez, a keresztény hithez való viszonyát tisztáznia kell a baloldalnak, és hát van még egy dolog, ez az 56-hoz való viszonya. Tehát ezeket mind tisztázik el, de azóta erre csak rakódtak rá dolgok, ami a tisztázatlan ügyéket jelenti, uh -huh. és ha azt tekintem, ami a baloldaliságot egyáltalán jelenti, ahol tényleg a... a, a az állami szerepvállalásnak a bővítését, azért a 12 év kormányzás alatt azt kell, hogy mondjam, hogy ebből mi, illetőleg akkor még, hat fogalmazok többet száll első szemébe, keveset mutattunk föl, hiszen éppen a megszorítások jellemezték, a tőkepártyán állás, az, hogy megkérdettük az öngondoskodást, ami azt jelenti, hogy a szabad versenyben mindenki gondoskodjon saját magáról, ezek inkább a neoliberális elvekhez az MSZP, tartoznak. Az MSP ma baloldali párt? Ez egy elég nehéz kérdés, mert hogy mihez viszonyítva, ugyanis én azt gondolom, hogy sok olyan intézkedést tettek ma a, kormányzó, a mostani kormányzó pártok, amik azért lefoglalták ezt a terepet, mert mondjuk a bankadó bevezetése, a rezsicsökkentés, vagy akár a nemzeti családok támogatása ezek számos olyan kérdés, ami szerintem egy baloldali a politikai a, erőnek a, a is a jelenlegi kormányzó pártok most baloldalibbak, mint mondjuk az MSZP? Ha ha így kellene összehasonlítanom akkor a gazdaságpolitikai intézkedéseikben, mindenképpen azt kell hogy mondjam, hogy bármely baloldali pártnak így vált volna, hogy ilyet megtegyen, hiszen számos olyan kérdésben beelőzte, és a néppártiságát gyakorlatilag ebben mutatta meg, de én azt hiszem, hogy azért nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon lenne egy olyan igazi baloldali párt, ami nem neoliberális elveket val, hanem egy valódi baloldali elveket, bár megjegyzem, hogy sokan vitatják azt is, hogy egyáltalán van-e a létjogosultsága a baloldali, jobboldali meghatározásnak, vagy egy egészen más 21. századi megosztottságot kell figyelembe venni, például egyrészt azt, hogy kinek milyen a hozzáállása a globalizáció kihívásaihoz, vagy akár itt Európában, hogy mondjuk egy régi internacionalista elvek alapján a mai globalizációs elveket figyel, egy egységes Európában gondolkozik, vagy a nemzetek Európájában? Azt látjuk, hogy a szocialista párt, mint hogyha nem nagyon tudna kitermelni egy újabb vezéregyéniséget, ugye a miniszterelnök jelöltjét is emlékszünk a párbeszédtől importáltan, mondhatjuk így. A fiatalitás nem igazán sikerült. Mit gondol, meddig tudunk beszélgetni egyáltalán az MSZP-ről, mint létező? Hát én azért nem szívesen nyilatkozom ebben a kérdésben, mert akkor, amikor én elhagytam és, és a pártot, akkor pontosan az volt az egyik elv vagy érv, ami én egy elég légüres térbe kerültem azzal, ami a nemzeti hovatartozás és egyéb kérdésekben az álláspontomat jelentette, és hozzáteszem, hogy én ezt már megtettem akkor, amikor bent voltam, ehhez képest ugye szívesen árulóznak bárkit, aki el, hogy én már nyolc éves, mondjuk három-kétharmados Fidesz győzelemet tekintve nem hiszem, hogy ne azt kellene figyelembe vennie, hogy a társadalom mit vár ma egy baloldali politikai erőtől, vagy ellenzékitől, nem azt várja, hogy mindenben nemet mondjon, amiben a kormányzó pártok igent vagy fordítva, tehát nem csak és kizárólag ez, hanem legyen egy saját önálló koherens világképe. Ez az, az kell ez a legnagyobb rákfenéje most, hogy Én azt gondolom, egyetlen hogy... egy dolog van, ami működteti őket, az a... Ez, ez, Orbán ez Viktor egyszerűen Viktor csak az el, csak és kizárólag az, ezt jellemzi például a migrációval kapcsolatos álláspont. Én azt hiszem, hogy azért azon el kell gondolkodni, hogy harmadszor is tudott, tudtak a mai kormányzó pártok kétharmadot kapni. Ez azt jelenti, hogy a társadalom valami mást vár ma az ellenzéktől. Ez viszont szükség van arra, hogy legyen egy koherens világképe, hogy legyen egy rendszerkritikája, meglegyen az, hogy hogy áll a globalizációhoz, azokhoz a kihívásokhoz, amivel ma kell mindenkinek szembenézni, amiben egyetlen egy fontos szempont van, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat. Köszönöm szépen a beszélgetést!